Köszönöm szépen mindenkinek, aki még egyelőre itt maradt, és szerintem egy rendkívül izgalmas délutánon vagyunk túl, úgyhogy nagyon hálásan köszönöm Pistának is, hogy itt lehetek. Szerintem megérdemel egy tapsot még mielőtt mindannyian elmegyünk innen. Köszönjük szépen a szervezést, és ígérem, nagyon szűkre fogom a beszédemet. Azért egy kicsit betekintést mutatnék abba, hogy mi az, amit a JÁSZA, vagy legalábbis ahol én jelenleg dolgozom, az Energia, Klíma és Környezetvédelmi Program jelenleg hozzátesz ehhez a hatalmas tudáshoz, a világ mindennapjaihoz, a mindennapi kutatásokhoz. Talán egy-két diát még megmutatok. Egyet szeretnék megmutatni. Ő a csoportunk, van, akit itt talán meg is ismernek a teremben is, és ugye 70-es évek elején már itt volt Anouk Grübler és Nebojsonnak Csanovic, akiknek a csoportjába én kerültem 5-6 évvel ezelőtt, és hát az utolsó pillanatban vagyunk ezen a konferencián is. A klímaváltozásban is visszautalnék arra, hogy mennyire az utolsó pillanatban és mekkora vészhelyzetben vagyunk, és mi ezt próbáltuk megfogni egy kicsit máshogy, mint ahogy mások, akár a JÁSZÁ-nál is, és elkattogok gyorsan ahhoz a szlájdhoz, amit szeretnék megmutatni. Megkértünk művészeket, hogy ők, gyorsan megyek, ők hogy képzelik el 2050-es évet, amennyiben ez egy pozitív jövő, ha azt mondjuk, hogy sikerül a klímaváltozással megküzdenünk, mit tudnánk változtatni, hogy tudná ábrázolni azokat a kutatási irányvonalakat, amiket mi elképzeltünk. Mert ha most innen ők hazamennek, a házuk az mit fog szolgáltatni? Energiát fog szolgáltatni, az a cél, hogy vegyünk gázt, pár köbméter gázt, pár kilovattóra áramot, és működjön az energiaszolgáltatás. Ez fontos, de miért is? Mert arra van szükségünk, hogy ha hazamegyünk, akkor legyen egy biztonságos környezetben legyünk, legyen fölöttünk tető, eső ne essen ránk, legyen hol lefeküdnünk. Itt nem az energiáról, bár mi az energiarendszereket kutatjuk, nem az a lényeg, hogy mennyi energiát kapunk, mennyi energiához vagy hozzáférésünk, hanem az energetikai szolgáltatásokat milyen módon tudjuk felhasználni. És bár az előrejelzéseink, forgatókönyveinkben mi is pontosan ezekkel a populációs növekedésekkel számolunk, de mi van akkor, ha drasztikusan le tudnánk csökkenteni azt az energiamennyiséget, hogy ugyanazt a szolgáltatást, sőt ugyanazt a szolgáltatást nem csak a fejlődő világban, hanem nem csak a fejlett világban, hanem a fejlődő országokban is elérhessük. Mennyi energiára lenne szükségünk? Ez volt a kérdés, amit mi 2018-ban megvizsgáltunk. És akkor még egy technológiai utalást szeretnék tenni, hogy a mai épületállomány energiaigényét mondjuk egy 75-80%-kal simán tudnánk csökkenteni, mondjuk passzív házak teljes elterjesztésével. Mikor azt mondom, hogy sima, nyilván nem sima, hiszen rendkívül mennyiségű pénz, nagyon nagy befektetés, döntés, és ez egy normatív elképzelés. Na de, ha ezt el tudnánk kérni technológiával, mi lenne, hogyha tovább mennénk, és nem csak technológiai változásokat, hanem rendszer szintű változásokat feltételeznénk. Feltételeznénk, hogy a viselkedés, a szokások is megváltozhatnának, akár nagyon nagy gyorsasággal. Azt találtuk, hogy ha ezeket a változtatásokat összeadjuk, akkor ugyan a jelenlegi energia igény az olyan 410 exajoule per év globálisan. Ezt mi azt számoltuk, hogy ezt akár levihetnénk olyan majdnem 250 exajoule alá 2050-re. Újra mondom, ez egy nagyon normatív forgatókönyv volt, amihez a JÁSZÁ-ban több program dolgozott együtt. Mi kidolgoztuk a sztorit, a narratívát, a szenáriót, és aztán a
a message és a hozzá kapcsolódó modellek, akik a Jázában, illetve Jázán túl ezt leprogramozták, erre az eredményre jutottunk. És csak azért, mert nincs időm már belemenni a részletekbe, egy dolgot szeretnék megmutatni, mert mindig kérdés, hogy na de ennek mi a valószínűsége, mi a reális esélye. Hát sajnos már 2018 óta azért eltelt 4 év, és még mindig növekszik a kibocsátás. Ezt figyelembe véve azért azt is tudjuk, és most megint jó gyorsan megyek, hogy rendszer szintű változások történtek már nagy mértékben és gyorsan. Ha itt megnézzük, és ezt Anuf Grubler szokta mindig mutatni ezt a képet, úgyhogy hálásan köszönöm neki, nekem ez nagyon szemfelnyitó volt. A New York-i 5. sugárúton az első képen nem olyan jól kivehető, de kocsi, lovas kocsik mennek végig 1900-ban. 1913-ban már a ló csak oda kiszorult a szélére, már végig kocsik járnak, mindenhol ellepték a kocsik az utakat. És akkor megkérdezzük, hogy ha a gyerekeinkről van szó, ha az unokáinkról van szó, illetve ha már pedig hajlandóak vagyunk beletenni ezt a erőt, energiát, pénzt, csak egy gondolat erejéig nem lehetne ez lehetséges. És akkor visszamegyek még, mert hogy mi a jelentősége a Jáza, ne csak a álomról beszéljünk, a Jáza jelentősége ebben az volt, hogy letettük az asztalra ezt az úgynevezett low energy demand, tehát alacsony energiaigényű forgatókönyvet, amivel bemutattuk, hogy ez az első grafikon, hogy 2050-re szinte, tehát nagyon drasztikusan lecsökkenthető a szén-dioxid kibocsátás, felhasználó oldali, végfelhasználói változásokkal, mert ezek granulálisak, kicsik, könnyen és gyorsan változtathatóak. Több más szenárió, forgatókönyv is keletkezett, mert ez itt arra próbáltunk válaszolni, hogy milyen módokon lehetne elérni a maximum másfél fokos globális hőmérséklet emelkedést, amit ugye hallottunk már több előadótól. A többiek, a különbség a miénkhez képest, ők elsősorban energia kínálati oldalról közelítették meg a kérdést, ahogy ez egyébként tradicionálisan bevett, és mire elérnék, ahhoz, hogy elérjék a hőmérséklet növekedésének a megakadályozását, ahhoz negatív technológiákat, negatív emissziós technológiákat is fel kellett használni. Ez egy szintén egy bizonytalan, ki tudja mennyibe kerül, most dolgozzuk ki ezeket a technológiákat, tehát azt gondoljuk, hogy az a megoldás, amit itt felkínáltunk, hogy már pedig rendszer szinten a végfelhasználói irányból közelítsük meg, csökkentsük le az energiarendszer igényét, és akkor azt a lecsökkent energiaigényt lássuk el az energia kínálattal, már is könnyebb azt megoldani, könnyebb olyan energiamixet felállítani, ami szintén a szén-dioxid csökkentés, kibocsátás csökkentés irányába mutat. Hát én ennyit mondtam volna, remélem megfelelően rövid és gyors voltam, és köszönöm szépen újra a figyelmet.